Bonyhádi Szexhádi busz, és nem jön ide, van a másik oldalon megáll. A távolsági közlekedés nehézségei, a Kövesdi bekötőút újjáépítése és a busz megálló korszerűsítése is napirendre került a szokásos éves lakossági fórumon. A helyi közösségek számára ez az az alkalom, amikor a mindennapi problémáikról beszámolhatnak és kérhetik Bátaszékváros segítségét. 2014 óta kialakítottunk egy gyakorlatot, hogy minden esztendőben kijövünk Kövesdre, illetve Lajvéra és a helybéliekkel, elbeszélgetünk ügyesbős dolgainkról, tájékoztatást adunk, hogy hogy áll a város, mik a lehetőségek, megbeszéljük azt, hogy mit tudunk biztosítani az adott település részre, forrást, felújításra, és megbeszéljük velük, hogy szerintük mire kéne ezt a településükön belül felhasználni, és ebben a beszélgetésekben tényleg az együttműködés van benne. Elmondják egyébként a problémáikat, és ez jó, hiszen mi azért napi szinten nem itt élünk. Ők itt élnek, ők tudják, hogy alapvetően mit látnak problémának, mit szeretnék, hogy megjavítsunk azért, hogy egy kicsit a közérzetük jobb legyen a mindennapjaikban. És egy kicsit talán ki is panaszkodják magukat az emberek. Fontos ez a személyes kapcsolat, mert így tudunk csak az ő problémáikra megoldást találni. A nap legfontosabb kérdése a Kövesdi bekötő út felújítása volt, mondja Bozsolik Róbert. Azt tudtam mondani a kövesdieknek, hogy sajnos ez a költségvetési év nem teremtette meg a lehetőséget ennek a megvalósítására, de 2022-ben Kövesdre a bekötő út el fog készülni. Míg Bátaszéken a település irányítás tudott egy jobb alapot adni a mindennapjaikhoz, ez Kövesden és Lajvéron nincs meg. Igazán az ő életminőségükben akkor lehetne változást hozni, hogyha egy olyan forrást tudnánk nagyságrendileg biztosítani, amivel tudnánk egy új közterületi megjelenést, egy olyan körülményt és környezetet kialakítani, amit azt lehet mondani, hogy itt van, és innentől kezdve ezt tartsátok magatok rendben. Ez sajnos még nem adatott meg a kövesdieknek, az elkövetkezendő években ezen kell dolgoznunk, hogy ez a lehetőség is megteremtődjön. A polgármester azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a külső területeken élők is a városhoz tartozónak érezzék magukat. Bátaszéknek is fontos, hogy ezen a két településen élők jó életkörülmények és jobb életkörülmények között legyenek. Azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben próbáltunk is ebbe az irányba elmozdítani, hiszen növeltük azokat a forrásokat, hogy az életkörülményeiket egy kicsit javítani tudjuk. Szerencsés volt, hogy meg tudtuk oldani pályázati forrásból többek között a szennyvíz hálózatnak a kiépítését is, de azért mind a két település részen vannak tennivalók, amiket az elkövetkező időkben meg kell valósítsunk, hogy ők valóban jobb életkörülmények között tudjanak élni.